El is kezdjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, még egy alkalmat rászánnék a zsidókhoz írt levélre, inkább olyan elmékedés formájában. És méghozzá két helyen található részhez kapcsolom, közölösen így az egyházi vége felé a mondani valót, már múlt alkalommal is szóltam róla. Abba a kérdéskörbe tartozik a mostani bibliaóra, hogy az embernek előbb-utóbb számadást kell tennie az életéről, és különösen így az egyházi vége felé a számadást azt fontosnak kell tartanunk, illetve bármikor is, amikor az ember összegzi az életét. És ugye ezt mondja a szerző először mindenkinek a 4. fejezet 12-es versében, hogy az Isten szava ugyanis eleven átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit, semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve, minden föl van fedve és nyitva van azelőtt, akinek számadással tartozunk. Ugye ez az első, hogy mindenkire vonatkozik ez. Minden föl van fedve. Mikulás műsoron a teológián minden évben át a tanárokat cikizték, ugye a növendékek, ez mindenütt így van. És akkor egy ilyen meghívóra ez volt írva, amikor hívtak bennünket, hogy minden titok kiderül, minden álszent kiterül, hogy ők mindent fölfednek. Na most hát, hogy ez vicces és humoros, de hogy az Isten szava előtt minden kiderül. És akkor a 13. fejezet 17-es versénél, ott viszont már a vezetésben lévőkhöz szól, de előtte azt mondja, hogy engedelmeskedjetek előjáróitoknak, kövessétek őket, mert ők vigyáznak rátok abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről. Bár csak örömmel tehetnék, nem sóhajtozva, mert hisz, az nem válnék javatokra. Tehát itt az előjárók félelmetes felelősségéről szól a Szentír, hogy számot kell adni, nem csak magáról, hanem a rábízottakról is. Volt egy főnököm, nagyon őszinte ember volt, és igen józan gondolkodású. És hát egyszer úgy, hát az egész élete, 90 fele járt már, úgy előkerült, hogy hát hogy gondolja, hát azt mondja, inkább lettem volna valami fiskális tintakukac, valami írnok, mondta abba az időbe. Kevesebbről kellene számot adnom, mondta. És ez egy, úgy megsajnáltam, egy abszolút őszinte, hogy kevesebbről kellene számot adnom. Ugye, mert az előjáróknak felelőssége van. Most, hogy felütjük a Szentírás konkordanciáját, tehát azt a könyvet, ami kigyűjti gondolatok szerint az egyes bibliai helyeket, ez divatos volt régen is, és most is nagyon hasznos lehet, és a fölüti az ember a felelősség és a számadásnál, akkor azt lehet mondani, hogy már ott van az elején, ott van a végén, és számtalan helyen ez a kérdés, illetve ez a feladat, hogy felelősségünk van és számot adunk. És hát beszél a Biblia a személyes felelősségről, a kollektív felelősségről, a vezetők és hatalomban lévők felelősségéről, és külön szól aztán papok, püspökök felelősségéről, amit most ugye Ferenc pápánk az számtalan szó előhoz, hogy a papságnak, püspököknek nagyon nagy felelőssége van. És a felelősség kérdés, amit említettem,
mindjárt a teremtés kezdetén előjött. Mert amikor képes történet, jól tudjuk, Ábel és Kainnak a története, és ugye Káin megöli a testvérét, Ábelt, és akkor megkérdezi ebben a történetben Isten, hogy hol van testvéred Ábel, de ő akkor már megölte. És akkor azt mondta, hát őrzője vagyok én testvéremnek? Hát kell nekem ezt tudni. De, hát nagyon sok ember, így van a mai világban is, hogy egyáltalán nem akar törődni azzal, hogy mi van körülötte, még a családjával se törődik, nem, hogy másokkal mondva, hogy én nem vagyok őrzője, nekem nincs felelősségem mások iránt. Itt pedig hát a Biblia mondja azt, hogy van felelősségünk, és a végső időkre visszamegyünk, mert ugye ez a Biblia elején van, a végén ott is a számadás kérdése előjön. Most itt van a felszólítás, hogy az Isten szavának a fényében kell nekünk ezt a számadást megtenni. Mai jövő vasárnapnak az evangéliumából veszek egy-két részt, ugyanis nagy valószínűséggel körlevelet fognak Szent Erzsébet napja alkalmából olvasni, tehát nem baj, hogyha ezen egy kicsit elgondolkodunk, ugyanis Jézusnak egy példázata az, hogy egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívatta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett, az pedig, aki csak 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt: jól van, te derék és hűséges szolga, kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be, urad örömébe. Jött az a kis, aki 2 talentumot kapott, és így szólt: Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt: jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be, urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt: Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem, és hát elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked. Válaszul az úr, ezt mondta neki: te gonosz és lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknál kellett volna kamatoztatnod, hogyha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, hogy sírás és fogcsikolgatás lesz. Most ez a példázat egy kép az ember felelősségéről, és arról, hogy az Isten megajándékozza az embert. Nyilván, hogy nem pénzt ad Isten az embernek, hanem sok-sok képességet és tehetséget, amit mi talentumnak hívunk. Egyébként a talentum borzasztó összeg volt. Azt mondják, 6000 dinárnak felelt meg egy talentum, egy dinár pedig egy napszám volt abban az időben. Az egy rendes napszám volt. Na most, hogyha ezt összevesszük, akkor 20 évig dolgozott valaki azért, hogy legyen neki egy talentuma. Aki 5-öt kapott, az ugye dolgozhatott volna érte 100 évig is. Most ez csak azt jelenti, hogy megajándékozottak vagyunk. Ez az első gondolata, hogy az Isten megajándékozza az embert. És nem mi vagyunk azok, akik megteremtünk valamit a saját erőnkből. Tehát azt a közmondást, amit így mondunk, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, ezt így kellene helyesen mondani, mivel Isten megsegített, ezért te is segíts magadon. Mert már eleve van lehetőséged. A talentum az a képességeket jelenti, de még az időt is, hogy
azt föl tudjuk használni. Na most, hát ez a példázat is mutatja, hogy nem elég a hit, nem elég a sola fide. Ugye katolikus egyház mondja, hogy az ember üdvösségéhez nem elegendő csupán az, hogy higgyen az irgalmas Istenben, hanem az is, hogy meg kell tennie a kötelességeit. Ugye, a hit és a cselekedeteknek a szükségessége. Amit számít ki rajtunk, az Úr. Aztán ugye, azáltal, hogy a cselekedeteket figyelembe veszi az Isten, illetve a számon kéri rajtunk, hogy tesz egy-két érdekes kijelentést. Ez a gazda, az Úr, aki nem más, mint az Isten. Aki nem csinált semmit, az gyakorlatilag elvesztegette a neki adott lehetőségeket, ajándékokat. Olyan igazságtalannak érezzük azt, hogy akinek van, annak még adnak, hogy több legyen, akinek nincs, attól még azt is elveszik, azt a keveset is. Valaki mondaná, ez aztán már alapvető igazságtalanság, hanem itt a lelki élet törvényére vonatkozik ez. Hogy az utána gazdagabb lesz az ember, de még a pénzvilágában is valamiképpen így van, Rockefeller vagy valamelyiken nagy multimágnásról hallottam, azt mondta, csak az első milliót ne kérdezzék meg, hogy hogy szereztem. A többiről el tudok számolni, csak az első milliót ne kérdezzék meg. Na most az elsőt azt megadja nekünk az Isten, és a világban is úgy van, hogyha valakinek nagyobb vagyona van, jobban tudja gyarapítani. Na most a lelki életben is így van, hogy aki törekszik arra, hogy minél több lelki és más emberi értéket gyarapítson, annak jobban szaporodik, annak könnyebb, ugye? Akinek pedig ami volt és azt is elherdálja, az elveszíti azt is. Ez olyan, mint a Liszt Ferenc mondott, hogy ha ő egy nap nem gyakorol, maga veszi észre. Két nap akkor észreveszi a zenekar, ha három nap, akkor már a közönség is. Most a lelki életnek is van egy ilyen vonatkozása. Ha valaki nem igyekszik arra, hogy jó legyen, akkor egy idő után nem stagnál, hanem visszacsúszik. Szabad legyen annyira személyeskednem, hogy Vilmos atya szokta mondani, hogy ő nem engedik ki a kántorképzőről anélkül a növendékeket, hogy a himnusz előjátékát hibátlanul lenne játsza. Tehát anélkül kántori oklevél nincs. És akkor meghallgatja egy pár év múlva, még a közbelső részét tudja lejátszani. Miért? Mert nem gyakorolt. Ő azt hitte, hogy megtalált, az szépen visszacsúszott. Semmit se tud a végén már, ugye? Most a lelki életre is vonatkozik ez. És ezt így kell érteni, ezt számon kérik tőlünk, tehát nem az Isten igazságtalansága, hanem a lelki életnek a törvénye, és hogy nekünk a talentumainkkal el kell számolnunk. Az ifjúságnak a legnagyobb talentuma az idő, amit megkap. És hát emberi számítások szerint ők élnek hosszabb ideig az öregekhez viszonyítottan, hogy mire használta fel az időt. Ugye Kalazanci Szent József ezért mondja azt, hogy nincs értékesebb az időnél. Mert akinek ideje van, az sok jót tehet, vagy ha elrontott valamit, jóvá tehet. Megváltoztathatja az életét. Az is lehet egy nagy talentumos, hogy erről nekünk számot kell adni. És ez mindjárt fölveti, hát ugye a felelősségnek a kérdését. Mert hogy említettem, hogy számadással tartozunk, a Biblia többféle hát felelősséget ismer, ismeri az Isten előtti felelősséget és a közösséggel és a társadalommal szemben való felelősséget. Az Isten előtti felelősség az hát a lelkiismeretünknek
a tisztasága vagy a lelkiismeretünknek az állapotát jelenti. A társadalommal szembeni felelősség az viszont nagyon sokrétű lehet. És ezt a felelősséget nekünk, hogy így mondjam, ki kell terjesztenünk. A társadalommal szemben a felelősség és a számadás, hogy az a cél, hogy nagyobb legyen a közjó. A közjó személyes vonatkozásban, aztán a társadalmi életben, és a, mondjuk az emberek közötti viszonyban. És a társadalmi életben is lehet bontani a gazdaságra, kultúrára, politikára. Le lehet bontani a felelősséget. Tehát épp a politika az, ami nagyon nagy felelősségét kíván az embertől, hiszen egész társadalmat érint, ugye, a politikai cselekvés. Ezért mondta annak idején 11. Pius pápa, hogy a politikai szeretet, a politika a szeretet legszélesebb mezeje lehet, de csak lehet. Amin azt érti, hogy amíg egy magánember valami kis dolgot tud csinálni csupán, hogy valakinek a sorsát javítson, ad neki valami támogatást és így tovább, de a politikus el tudja azt intézni, hogy valahol bele lehessen vezetni a csatornázást, az iskolát és így tovább. Tehát a legszélesebb területen lehet a szeretetnek, és ugye a felelősségnek a kérdése. És a felelősség kérdésével már nagyon sokat foglalkoztak, aztán a pápai enciklikák, ugye a II. Vatikáni zsinaton, a katolikus egyház katekizmusában, aztán a különböző pápai enciklikák is ezzel foglalkoztak. És a felelősséget nézzük, akkor mondjuk a népünkre gondolunk, azt mondja Babits Mihály, hogy a magyar népnek sokszor nem az volt a bűne, hogy rosszat tett, hanem hogy nem cselekedett. Hogy voltak lehetőségek, és kihagyta a lehetőségeket. A nagy cselekvések idején veszekedtek egymással, és nem tették. Ugye ezt mondja, hogy nem az, hogy mi rosszat tettünk mindig, hanem nem tettük a jót, amikor meg kellett volna tenni. Ugye hát itt van mögöttünk 25 év egy szabadabb világban, és bizony látjuk azt, hogy mennyi minden gellert kapott az elmúlt 25 évben. Nem tettük meg. Na most éppen ezen okulva, ugye a II. Vatikáni zsinat is már nem csak a magyarok nem tevésén, hanem úgy általában ismerve a mostani embert, a konfiteorba, a gyónoma mindenható Isten imádságába a hagyományos bűnök mellett az, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel, és hozzátették a vatikáni zsinat után, hogy is mulasztással. Ugye addig nem volt benne. Tehát a kogitáción verbo operet, ugye, gondolattal, szóval, cselekedettel. Így volt a lépcsőimában benne régen. A II. Vatikáni zsinat után betett omissione. És mulasztással. Mert a mulasztásnak is óriási bűne vétke lehet, ugye, mint az az ember, aki elásta a talentumot és nem csinált semmit. Na most ugye a mai időkben a szülőknek, bár ott is azt lehet mondani, hogy már ők is sokszor nagyon sok mindent nem kaptak meg. Tehát itt már úgy hatványozódik az egymást váltó generációknak a mulasztása, de sokszor az van már, hogy úgy nő fel egy nemzedék, hogy alapvető dolgokkal nincsenek a gyerekek tisztában. És egy mulasztás miatt
alakult úgy az élet, ahogy alakult, hogy gyerekek nem hoznak sokszor, tisztelet a kivételnek persze, nem hoznak már otthonról semmit, mert nem kaptak. Ugye? Tehát nem csak, hogy nem tanult meg rendesen étkezni, hanem az, hogy alapvető erkölcsi erényeknek és ismereteknek a hiány vannak. Nem kapták meg azt otthonról, amit más esetekben régen megkaptak. És pontosan a mikorunk az, amikor megszakadt egy láncolat. Mert az előző korokban nemzedékek úgy adták át az ismereteket, a tudást, hogy belenőtt a családba az illető. Egy mesterségbe, egy gazdaságba, lassacskán átvette, és mire felnőtté vált, akkor mit tudom én, annak a gazdaságnak ő lett a vezetője, és akkor már tudta, hogy mit kell tenni. Meg értékeket átadott. De most, mikor egy nagyot váltott a világ, nem tudta az értékeket átadni a mai emberiség a fiataloknak. És paradox, hogy ugyanakkor meg a pedagógia hatalmasat nőtt. Tehát annyi mindent tudunk a gyerekről, lélektanáról, meg sok mindenről, vizsgálják szociológusok, pszichológusok, mindenféle módon tanítják a gyereket is, és oda jutottunk, hogy vannak egészen retardált, visszamaradott gyerekek, nem kapták meg azt, amit kellett volna. A Simonyi ugye, fizika kultúrtörténet írója mondja azt, hogy ő egy paraszti faluból származott, abba az időben 4 illetve 6 osztályt jártak a gyerekek. Kinevették azt a gyereket, aki nem tudott írni, olvasni a 6. végére. És a tanító 50-60 gyereket tanított. Kinevették a többiek, hogy te olyan buta vagy, hogy mehetsz a Szamárpadba, mert nem tudsz írni, olvasni 6. osztály végére. Ma valahol tanítják a gimnáziumban újra olvasni, de még néha följebb is a fiatalokat. Most ez egy érdekes, hogy nem tudtuk átadni, annyi pedagógia van, annyi módszer, és mégis a legalapvetőbb dolgokat se sikerült átadni. Most itt van egy nemzedéknek a mulasztása. Ugye ezt is alapul kell venni. Amikor itt számadást teszünk, hogy kollektív módon, mert ugye a kollektív felelősség az is áll. És ez a rész itt a számadással kapcsolatosan még egy másik kérdést fölvet, ugye, hogyha mi egyszer a felelősségről beszélünk, hogy tulajdonképpen kik vagyunk mi keresztények, milyennek kell lenni, és Jézus hogyan fogalmazza meg a mi hivatásunkat. És a hegyi beszédben van két nagyon emlékezetes hasonlata, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ezt mondja a keresztényeknek, hogy nektek ez a feladatotok, hivatásotok, és erről számadásra visznek benneteket. És mondja is, hogyha a só ízét veszti, akkor kidobják az emberek, és eltapossák. Nem való semmire. Egyébként a só nem szokta az ízét veszteni, mert éppen a maradandóságnak a szimbóluma. Azért is konzerválnak a sóval, ugye? Bár mostanában hát a gasztronómia nagyon tiltakozik a sok só ellen, mert ugye fölnyomja a vérnyomás, stb. Van ebben valami, viszont nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, só nélkül meg nem élhetünk. Valaki nem vesz magához sót, egyszerűen meghal. Ugye, mert nem tudja fölvenni a szervezet a többi tápanyagot. Tehát sóra szükség van. Így még talán arra hasonlatra is alkalmas, illetve arra a gondolatra is, hogy ti vagytok a föld sója, hogy Jézus jól tudta, hogy az egész világ nem lesz mind keresztényé. De ha
olyan a kereszténység, hogy só, hogy ha kevés is, de jelen van a világban, akkor betölti hivatását. És aztán ott van, hogy a ti vagytok a világ világosság, azt nem azért gyújtják meg, ugye, hogy az ágy alá tegyék, mondja, hanem lámpatartóra, hogy lássák az emberek, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Ti vagytok a föld sója, az a keresztény hivatás, amiről számot kell adnunk. Most azt mondja Jézus, hogy ha ízét veszti, a szó eredeti értelmében az, hogy megbolondul a só. Ha most hogyan veszti ízét a só, azt mondják úgy, ha mindenféle vegyi anyaggal társul, kavarodik, ugye, akkor ízét veszti. Most, hogyha ezt átviszem a keresztény létre és életre, akkor azt kell mondanom, hogyha a kereszténység annyira meg akar felelni a világnak, a szekularizált gondolkodásnak, hogy mindenben olyan akar lenni, mint a világ. Bármilyen kérdésbe, a tolerancia nevébe, legyen az erkölcsi, hitbeli kérdés, pontosan meg akar felelni a világnak. Ilyenkor ízét veszti. Ugye, mikor a kereszténység beenged magába mindenféle szektás meg tév gondolatot, akkor is ízét veszti. Vagy hogyha az erkölcsi rendet, ami hát mióta ember áll, él a Földön, és Isten adta, és fölforgatja, és helyet ad neki, akkor következik be az, hogy a só ízét veszti, és nem felel meg a hivatásának. Ugyancsak hát a világosság hasonlatánál, viszont ott Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, de a Szentírást azt mindig összefüggésében kell nézni. Mert máshelyütt meg Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. És ugye az én világosságomról vegyétek ti is a világosságot. A húsvéti gyertya megszentelésekor, ugye akkor osztjuk ki a fényt, a kis egyéni gyertyák onnét veszik le. Ez egy szép hasonlata annak, hogy Krisztusnak a gondolatait, a Krisztus világosságát adjuk mi tovább. Tehát nem az önmagunkét, hanem az övét. Ugye, ez a két gondolat, ez jól kiegészíti a keresztény embernek a hivatását és a felelősségét, hogy milyennek kell lennünk. Na most, miután a só a konzerválásnak az eszközát, ugye a disznóvágáskor, ezre már rég rájöttek az emberek, vagy a régi tartósításon, hogy besózták, ugye? A konzerválás a kereszténységnek egyik feladata. Nem abban az értelemben, ahogy sokáig használták a konzervatív szót, mert ugye szembeállították a haladót, meg a konzervatívat. A haladó az volt az, amelyik hát ugye mindig megfelelt a politikai elvárásoknak, és ugye fölforgatjuk a világot, és mögöttünk a bús ezer év, ezt mind el kell felejteni. A kereszténység értékeket konzervál, megtart, mert nem velünk kezdődött a világ. És az értékeknek a megtartása, ez nagyon fontos a keresztény ember életében, amit kapott, amire éppen előbb szót ejtettem, hogy ma nagyon sok fiatal azért nem is tud értékeket megtartani, mert nem kapta. Tehát nem tud róla semmit. Például egy gimnáziumban voltam múlt héten, nagyon figyeltek a gyerekek, ott voltam a Biblia általános dolgairól, kérdezte, vagy tanítottam őket, és csak úgy föltettem a kérdést, hogy egyáltalán kinek van Bibliája. Egy-kettő föltette a kezét. Kiolvasta a Bibliát, hát akkor már szinte nem is volt egy-kettő, hát olyan, hogy elolvasson több részt a Szentírásból, az meg aztán, vagy hát van, hogy
egész új szövetséget, vagy ilyesmit, egy-egy tanár ugye megtette ezt. Tehát csak azért mondom, hogy egy ilyen érték, itt most már 25 éve olyan világban vagyunk, hogy a Bibliát bárhol be tudja szerezni, szóval róla, beszélünk róla, még a tananyagba is valamilyen szinten bekerül. Egyszerűen hát hiányzik az embereknek az életéből, mert ha fiatalom hiányzik, akkor nagyon sokszor öregkorában is hiányzik. Tehát az értékőrzés és a világítás is. Azt mondja Jézus, hogy lássák az emberek és dicsőítsék mennyei atyátokat. Mert nem minket kell dicsőíteni, hanem az Istent. És egy ilyen számadásnál azt mondja, számot adtok, a lelkipásztorok ismét csak számot adnak, akkor itt a keresztény életformának az alapvető vonásaira oda kell figyelni, hogy mi az, amit tőlünk számon kérhetnek. 16. Benedek pápánk, még a hitani kongregáció vezetőjeként, ugye József Ratzingerként, a Keresztény Hit című könyvében, az egy nagy könyv volt, egyetemistáknak tartotta, és nem tudom hány kiadást megért, megpróbálta ugye egyetemisták számára megfogalmazni, hogy mi a keresztény létnek azok a kontúrjai, vonalai, amik mindig kell, hogy jellemezzenek bennünket. És akkor azt mondja, hát az első, hogy másokért való lét, hát ilyen idegen szó a proexisztens lét. Mert Jézus egész élete a másokért való lét, hogyha olvassuk vagy imádkozzuk a nagy hiszek egyet is, értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennybe. Értünk kínhalált szenvedet. Ugye a másokért való lét volt Jézusnak az életformája. Ha pedig az övé ez volt, akkor a mi életformánknak is ehhez kell kapcsolódni, mert hogyha az ember rááll az önzésre, akkor olyan, mint a mindenkori Káin, illetve az önmagába süllyedés és az elveszettség állapotába kerül. Jézus életéhez hozzátartozott az, hogy nem hivalkodott, körüljárt jót cselekedvén. Ő így mondja, hogy az inkognitónak a törvénye. A mai világ épp olyan farizeus, ha még nem nagyobb farizeus, mint a régi farizeusok voltak. Mert ma a jóval dicsekszenek. Ad az unió pénzt, abban a pillanatban ki kell tenni nagy táblán, ennyi pénzt kaptatok. Ugye? Tehát dicsekszik a mai világ, hogy mi jót tettem. Jézus meg azt mondja, hogy ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb, mert az Isten tudja. Az épp elég, ugye? Ez a elrejtettség. Aztán hát benne van egy ilyen túláradó fölösleg törvénye, tehát azt mondja, amilyen mértékkel mértek, olyanval mérnek nektek is. Az ember csak jogi alapon van, bár örülnénk, ha megtartanák a jogot az emberek. Nagyon örülnénk, hogyha mindenkinek megadnák azt, ami jár, de nem adják meg, ugye? De már az is nagy dolog van, de Jézus azt mondja, hogy ne azt nézd, hanem amilyen mértékkel te mérsz, olyannal mérnek majd nektek is. Na most, ugye bizonyos foglalkozásoknál, hivatásoknál ezt látjuk, hogy ott, ha nem állnak úgy hozzá az emberek, hogy nincs benne egy ilyen túláradóság, egy a többlet, akkor vége van. Tehát a tudom én, bizonyos hivatásokban a nővér, mikor eljön a munkaidőnek a vége, nem ejtheti el a, mit tudom én, az injekciós tűt, hogy vége van. Mert jön egy másik beteg, segíteni kell rajta, vagy az orvos, de, vagy az élet sok területén, hogy nem lehet kidekázni, hogy neked mi jár, mi a kötelesség, a túláradó, fölösleg, mondja Ratzinger bíboros. Aztán benne van az is éppen az előbbiekben, hogy a végérvényesség is a remény. A végérvényesség az, hogy igenis nekünk keresztényeknek vannak masszív törvényeink, ami nem lehet változtatni. Nem lehet azt mondani, hogy ember törni pedig lehet. Ugye? Nem lehet mondani.
és hát több sarkalatos erény van, ami változhatatlan. Van valami végérvényesség. Mert a mai világ nagyon hajlamosít arra bennünket, hogy minden szituációsan nézünk, hogy abban a helyzetben. Az más kérdés, hogy valamikor fölment bennünket valami, mert olyan helyzetbe kerültünk, vagy a bűneinket árnyalja. De a bűn azért csak bűn. Nem lehet azt mondani, hogy ma olvasom az egyik újságban, hogy isteni sugallatra agyonverte a feleségét. Ugye? Benne van, isteni sugallatra, hát isteniet nem sugall. Ugye? Tehát, ha isteni sugallatokat figyelt volna, akkor tudta volna a 10 parancsolatot, és nem veri agyon a feleségét. Aztán, ugye a remény is hozzátartozik a keresztény létformához, amit nem szabad feladnunk. Ugye? Nekünk a reményünk nem csak arra szól, hogy hónap főkel a nap, meg hát majd ezt tervezünk, azt tervezünk, hanem hogy van örök élet, erre vonatkozik. Ez is beletartozik a keresztény embernek a karakterébe, a felelősségébe, hogy ő erő tanúságot tegyen. Ugye nem mondhatjuk azt, amit Héraklejtesz mondott, hogy minden nap megszűnik valami, ami miatt szomorkodunk, és minden nap születik valami új, ami miatt hát érdemes élni és küzdeni. Elmegy valaki a krónikus osztályra, ahol haldoklanak az emberek, ott már nem születik olyan dolog, amiért érdemes élni és küzdeni. De mégis, hogy a keresztény embernek ezen túlmutat a reménye, ez is hozzátartozik. Aztán az is hozzátartozik, hogy az Istennek elsőbséget adunk az életünkben. Ahogy itt a példázatból is szólt, hogy ő adja először a talentumot. A kegyelem az első. Ezt valljuk a protestánsokkal együtt, hogy a Isten kegyelme, Isten irgalma az első, de nekünk cselekedni kell. Nem csak azért, hogy háládatosságból, szokták mondani, azért is, mert hogy az üdvösségünkkor, ha odajutunk, számon kérnek bennünket. De ez is benne van, és az is beletartozik még a Ratzinger bíboros szerint a keresztény életformában, hogy helyén van az egyes ember, és helyén van az egész. Nagyon messzire nyúlna ez az egész kérdéskör, azt látjuk a 20. században, hogy egyik vagy a másik oldalra teljesen elbillentek. A kommunizmus, a kollektivizmust azt hirdette, az egyes ember nem számít, majd az egész emberiség üdvözül, ki lehet nyírni 5 millió embert, a kollektíva számít. A másik oldalon, nyugaton jött a én számítok, egyedül én számítok. A többség nem számít. A másik ember a pokol, mondta Jean-Paul Sartre. E között kell lennünk nekünk keresztényeknek. Az egyes ember, azt mondjuk, hogy a tékozló fiúból is egy van. Mindenkiből egy van. Mindenki értékes. Mindenkinek meg kell menteni a lelkét, ugye? És ugyanakkor az egész pedig az annyit jelent az egyház közössége, hogy nekünk a közösséget kell szolgálni egyes létünkbe. Tehát megtalálni ezt a harmóniát. Ugye? Ezek a gondolatok egy magasabb szinten pontosan azt fejezik ki, hogy a keresztény életformát azt meg lehet fogalmazni egész magas szinten, hogy mi az, amit nekünk képviselni kell, és mi az, amiért mi számadással tartozunk. Legtöbb ember, ugye, hogyha na most úgy elvégzem a gyónásomat, végigszalad, hogy is hívják, a 10 parancsolat, én egyik ellen sem vétettem, nem is vétkeztem, én semmit sem. De hogyha elkezdi kicsit mélyébe menni a Szentírásnak, a Szentírás kifejtett gondolatainak, akkor bizony látja azt, hogy nem mindig kamatoztatta a rábízott talentumokat, hanem úgy volt, mint az az ember, aki elásta. Vagy a bankárnak kell egy merészség, vagy a pénzembernek, hogy merésznek lenni, hogy kockáztatok, ugye? Hogy ráteszem ezt az összeget. Na most a keresztény ember se lehet kényelmes, hogy kockáztatni kell, ugye? Tehát mi nem várhatjuk azt, hogy majd csak akkor teszek valamit, hogyha abszolút biztosan kifizetődik. A kockáztatás, mint a dénárt kamatoztató ember, és ez a hitnek a kockázata. Hogy
azért teszem meg a jót, hogy tudom, hogy ezt másút is számon tartják. Tegnap hallottam valakitől, hogy vitték ki karácsonykor az ajándékokat ilyen elhagyatott embereknek a kórházba, utána néztek, és valaki megkérdezte, hogy megfizetik ezt maguknak? Kifizetődő ez, hogy ezt viszik? És akkor azt mondja, tudtam, hogy nem hisz, az illető, nem mondhattam azt, hogy maguk nem fizetik meg, de Isten megfizeti. Mondom, megfizetik, mondta. Hogy fizetik meg? Úgy, hogy amikor átadom annak a szerencsétlennek, azt mondja, köszönöm, hát még rám is gondol valaki. Én ám úgy gondoltam, hogy senki nem gondol. Azt mondja, ekkor is már meg vagyok fizetve. Ugye? Tehát értjük azt, hogy a keresztény létnek van egy olyan formája, ami nagyon nagy eszményt állít elénk, és szinte soha, de soha meg nem fogunk neki felelni, de mégis törekedni kell rá, mert mi számadással tartozunk. Most, hogyha valaki olvasgatja a Szentírást, ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy sose tegye le addig valaki, amíg egy olyan gondolatra nem talál, hogy na ez nekem szól. Nem kell végigolvasni az egész Bibliát. Elkezdi olvasni, ott leteheti. Legalább azonnal nap gondoljon rá. Ugye, most olvasta, ezen nap gondoljon rá. És ez az a két élő kard, ami belém hasít, hogy mit mondott itt a Szentírás? De akkor nekem mit kéne tenni a mai napon? Legalább azon a napon, amikor azt valaki olvassa. És akkor a számadásra jobban fölkészül, mert ahogy említettem is, illik napi számadást is tenni, nem csak arról, hogy mit nyertünk a mai napon, mit feszítettünk, hanem lelkiekben is. És így az egyházi vége felé meg, hát az egyház maga is felszólít bennünket, hogy igenis, tegyünk számadást, húzzunk egy mérleget, hogy hát mit is csináltunk is. Hányadán állunk a keresztény életformával. Hát így most én a zsidókhoz írt levélnek a magyarázatát be is fejezem, bár el lehetne ezt úgy szemezgetni és gondolkodni ezen, viszont hát itt ezzel fejeződik be. Egyrészt az, hogy imádkozzatok értünk is, mondja az apostol, meg vagyok győződve, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen minden tekintetben törekszünk a helyes életre. Főleg azért kérlek erre benneteket, hogy mielőbb visszakerüljetek hozzátok, és így tovább. És azt mondja, kérlek testvérek, benneteket fogadjátok szívesen az intő szót, hiszen csak röviden írtam. Amikor ezt a ismeretlen szerzőben nem tudjuk, hogy ki írta, pontosan a zsidókhoz írt levelét, nekünk írta, hogy fogadjátok szívesen, olvassátok ezt az írást, hiszen ezt nekünk írta. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Tehát akkor még egyszer mondom, hogy jövő alkalommal Richter Mátyás atya jön, vagy diákonus úr.